Egy robotkar az egyetem 3D laborjában. Ezen tesztelik azt az eszközt, amely az agyvérzéses betegek kész használatát segíti majd. Izom összehúzódáskor egy szenzor felfogja az elektromos jeleket, és befeszítésre a kéz bezárul, majd pedig újabb befeszítésre az még egy jelt ad, és ez pedig kinyitja a kezet. Ez lenne az alapműködése. A tárgyak megfogása, elengedése, ezt lehetetlen kivitelezniük a görcsös kézbénulással élő betegeknek. Ehhez kell a még fejlesztés alatt álló eszköz. Nem egy ilyen nagy rendszereket építünk az ember köré, hanem viszonylag egy nagyon vékonyan, egy ruha alatt megbújó eszköz, aminek se hangja, se különösebb erősen megjelenése nincs, és tudják a hétköznapokban használni, akár vízben is tudnak majd vele eszközöket megfogni, elengedni. És ez egy nagyon fontos tényezője ezen betegeknek, hogy mi hamarabb vissza tudjanak térni a hétköznapokba. Jövő év elejére készülhet el a piacra szánt végleges termék. Ezt így gyártanák az egyetem 3D-s központjában. Az ehhez szükséges nyomtatók már idén márciusban megérkeznek. Nagy nyomtatók, azok körülbelül másfél tonnát nyomnak, tehát egyszerűen statikai megfontolásból ezeket úgy rendeztük be, hogy az alsó szinten legyenek. Ugye az alsó szint alatt már nincs következő szint, tehát ott a föld tartja, tehát oda nyugodtan tudtuk ezeket telepíteni. Ezen a felső szinten vannak a könnyebb, kisebb gépeink, illetve itt vannak azok a kollégák, akik a tervezésért, meg a végiggondolásért felelősek, ezt mi mérnök központnak hívjuk. De lesz fogadótér az ügyfeleknek, pácienseknek, valamint egy tornateremnek nevezett különleges labor. Lesznek olyan eszközök, amelyek nagy pontossággal, három dimenzióban egy ember mozgását vissza tudják adni digitálisan, ami utána a szakembereknek lehetőséget biztosít arra, hogy elemezzék a mozgást, összevessék azzal, amit az átlagos vagy normális mozgásnak tekintünk, és meghatározzák, hogy hogyan kell még ezt a mozgást korrigálni. Másfelől lesznek olyan eszközök, amik a rehabilitáció során az egyes alsó vagy felső végtagok tornáztatását fogják végezni. A 3D-s központot közel 2 milliárd forintból valósítják meg. Itt a kutatás, fejlesztés, gyártás, valamint beteg rehabilitáció valósul meg. Várhatóan márciusban lesz teljesen kész az egyetemi intézmény a műszaki és informatikai kar területén.